De én nagyon szeretem ám a Harry Pottert. Sziasztok, Matilda vagyok, és ma olyan dolgokról fogok beszélni, amik nem annyira jók a Harry Potterben. Szerintem azért egyértelmű, hogy én imádom a Harry Pottert, de azért egy könyv, illetve a sztori sem teljes mértékben 100%-ig tökéletes. Így a Harry Potternek is vannak olyan mozzanatai, amik megkérdőjelezhetőek. És most ezeket próbáltam összeszedni, és ezeket fogom elmondani ebben a videóban, a Harry Potter hónap keretében. Spoiler! J.K. Rowling ugye megírta a 7 könyvet, és én azért tisztában vagyok vele, hogy nehéz konkrétan akkor mindent patentul megtervezni, főleg egy ilyen hosszú sorozatra, hogy tényleg utána semmi ne jusson eszebe, és tényleg minden passzoljon mindenhova, de J.K. Rowling utólag javít bele a történetbe, tehát így belemagyaráz dolgokat. Az egyik ilyen, mikor azt mondta, hogy Dumbledore karaktere meleg. Honnan jött ez az ötlet? Mármint tök rendben van, de ez csak úgy így odarakta elénk, hogy ez amúgy így van, de ennek semmi jele nem volt, meg ez egyszerűen csak úgy előkerült. Itt kapcsolnám hozzá, hogy ugye a másik dolog a Harry Potter könyvekben, hogy hiányzik belőlük a diverzitás, mert J.K. Rowling még akkor írta őket, amikor ez nem annyira jelent meg a könyvekben. És most meg így utólag próbálja így érzékeltetni esetleg, hogy de azért van ebben, de igazából a könyvekben nincs. Ezzel nincs is probléma. Azzal van probléma, hogy utólag próbálja belemagyarázni a történetbe, hogy de ez meg ez így volt, de igazából ez nincsen benne a könyvekben. Ugyanez, hogy amikor megjelent az elátkozott gyermek, nem a könyv, hanem a színdarab, és oda ugye egy fekete színésznőt választottak ki Hermione szerepére, és utána azt állította, nem azt állította, de tényleg így van, hogy ő sosem mondja ki a könyvben, hogy Hermione-nek milyen a bőrszíne, de hogy ezt is így utólag próbáltak korrigálni, hogy mert az úgy van, de igazából ez sose derült ki. Szóval, ami konkrétan megtörtént már, és benne van a Harry Potter könyvekben, azt most már hagyjuk úgy, ahogy van. Az ugye megint más, hogy előzmény sztorit még ír hozzá, meg nem, utósztori nem létezik, az el van felejtve. Szóval, hogy van hozzá előzmény sztori, mert az teljesen jó, de az ugye egy teljesen külön kategória, meg mondhatni más világ, úgymond. De a Harry Potterek azok már megvannak, azok úgy vannak, azok jók úgy. Azokhoz ne nyúljunk hozzá. Másik dolog, ami nem teljesen passzol, az az, hogy az egész varázslás és ennek a szabályai elég rugalmasak. Általában ez az egész úgy működik, ahogyan a sztori éppen megkívánja, és igazából az előző kötetekben esetleg említett elvek föl is borulnak ezek által. Ide említeném például, hogy ugye Harry nem látja a tesztrálokat. Pedig egyébként ugye, jó, az most ez tesztrálok dolga, tehát vagy azt ugye gondolom így az 5. könyv körül találta ki, vagy tudom, lehet, hogy ott fejlődött ki ez az egész. De ugye Harry látta meghalni az anyját. Mert hogy nem mondhatjuk azt, hogy nem látta, mert emlékszik a zöld fényre, meg a kacajra, meg mindenre, szóval valószínűleg látta. Jó, fogadjuk el, gyerek volt, nem annyira emlékszik. Jó. De aztán jön a 4. könyv. Azt akartam mondani, hogy végignézi, hogy a Cedricet megölik, de nem. Mert a könyvben az van leírva, hogy becsukja a szemét, mivel annyira fáj a feje, amikor megjelenik Voldemort. Tehát igazából nem nézi végig, ahogyan Cedric meghal. Tehát így kicsit így furcsán jön ki, hogy akkor az 5. könyvben hirtelen miért kezdi el látni a tesztrálokat. Ugyanis a könyvben az van leírva, hogy nem látta, ahogy Cedric meghal. Mármint, hogy be volt csukva a szeme. De utána valamiért a 4. könyv végén még nem, az 5. könyv elején már látja a tesztrálokat, de egyébként meg az anyja halála miatt meg nem látja őket. Szóval ez az egész egy kicsit zavaros. Hogy akkor ez most hogy is van, meg hogy... Mert hogy a 4. könyv végén sok hatás alatt volt, és így... Ez nem teljesen így érthető. Egyszer még nagyon szigorú szabályok vannak a varázsvilágban, a következő pillanatban pedig már elég laza szabályok vannak. Az egyik legviccesebb ilyen következetlenség az a tekergők térképe. Egyrészt, hogy a Fred és a George honnan tudta a jelszót hozzá. A másik, hogy nem vették észre, hogy Ron évek óta egy Peter Pettigrew nevezetű férfival alszik.
Mert hogy Pettigrew ugye megjelenik a térképen, és senki nem látta, hogy Ron mindig magánál hordja. Arról nem is beszélve, hogy Pettigrew azért egy elég híres személy a varázsló világban, szóval hogyha meglátták a térképen, akkor így valami hatást annak el kellett volna érnie náluk, és így tekergők térképe ott volt náluk, de nem vették soha észre, szóval igazából ez is az, hogy elég rugalmasan vannak így a varázsvilágnak a szabályai értelmezve. Hozzátenném, hogy én még mindig nem értem, hogy a négy középiskolás kis varázslónk hogyan tudott egy ilyen szintű varázstárgyat, mint a tekergők térképe összerakni. További következetlenség, hogy amikor Dobby a második könyvben varázsol Harryék házában, illetve Dursleyék házában, akkor egyből kap levelet. De a negyedik könyvben jön érte Mr. Weasley. Mr. Weasley varázsol a házban és nem kap levelet. Az ötödik könyvben megint csak kap figyelmeztetést Harry, amikor ugye ráadásul nem is a saját házában varázsolt, de ugye akkor kap levelet, és utána az ötödik könyvben Harryék házában még Tonks is varázsol, meg Rémszem is varázsol, szóval elég sok ember varázsol, és érdekes, hogy csak akkor kapott levelet, amikor Dobby varázsolt, pedig elméletileg minden egyes más varázslat alkalmával is kellett volna levelet kapnia, szóval Harryt így nagyjából már háromszor kirúgták a Roxfordból. Továbbá a legelső kötetben Hermione mindent tud az Roxfordról, mindent elolvasott abban a pillanatban, hogy ő megtudta, hogy ő varázsló, és beszerezte az összes könyvet, és mindent tud mindenről azonnal. Szóval nem értem, hogy hogyan gyakorolhatott otthon néhány egyszerű ráolvasást, és hogyan történt az, hogy ő, aki valószínűleg tudta, hogy nem szabad kiskorúként iskolán kívül varázsolnia, hogyan gyakorolt otthon, nem szabadott volna. Pont Hermione, aki elméletileg minden ilyen szabályt tud és be is tartja őket, és pont ő, mint kiskorú varázsolt volna otthon. Ami engem egy kicsit föl tud néha dühíteni, azok a házak. A Harry Potter könyvekben igazából végig két ház az, ami tényleg szerepet játszik, a Gryffindor és a Mordekár. És ugye ott van még a Hugrabug és a Hollóhát is, de igazából ez a két ház csak egy-egy mellék karakternek a szerepéhez van, de egyébként meg a két fő ellenség az a Gryffindor és a Mordekár. Pontosan azért, mivel ilyen nagyon erősen a Gryffindor volt a pozitív és a Mordekár volt a negatív ház, így nagyon erős ellentét van a két ház között, szóval igazából még a mai napig én tudok olyan embereket mondani, akik azt hiszik, hogy a Mordekárosok azok ilyen gonosz, velőig romlott emberek, pedig egyébként nem azok, csak a könyvben konkrétan az összes negatív karakter Mordekáros. És ez így pont nem azt éri el, hogy azt hiszed, hogy az összes ház egyenlő, hanem konkrétan azt hiszed, hogy a Gryffindor az a csúcs, a Mordekár az az alja, és van mellette a Hugrabug és a Hollóhát, ami csak úgy van. A J.K. Rowling szintén most próbálja azt érzékeltetni, hogy a másik két ház is ilyen meg olyan nagyon jó, de egyébként ez nem jön át a könyvekből. Tehát a könyvekből konkrétan az jön át, hogy Gryffindor az jó, Mordekár az rossz, és van még kettő. A legnagyobb kérdés, hányan járnak a Roxfordba? Ugye Harryék, hogyha azt vesszük alapul, hogy ten vannak egy szobában, tehát hogyha azt mondjuk, hogy évfolyamonként minden házba kerül mondjuk 10 gyerek, az azt jelenti, hogy egy olyan 40 gyerek van évfolyamonként, mégis mikor Quidditch meccs van, valahogy több százan lesznek. Vagy ilyen pár ezren, és tényleg, hogyha így összeszámoljuk, hogyha azok alapján, a számok alapján, akkor csak ilyen 300-an vannak összesen, minimum 100-200 fő van a Quidditch meccseken leírva a könyvben, hogy ők ott szurkolnak az adott háznak. Ugyanazok a karakterek vannak benne minden év folyamon, akik az első könyvben belettek osztva. Tehát Harry év folyamán nincsen több karakter, annyi van, amennyi akkor belett osztva, és így tényleg elég furcsa a dolog, hogy amúgy ilyen 1000 plusz fő jár az iskolába, de egyébként igazából, hogyha az ember összeszámolja, akkor logikailag ez egy elég nagy buktató benne, mert nem igazán lehetnének többen 300-nál. Szóval itt valahol van egy nagyon nagy kérdőjel a dologban, hogy akkor kinek rossz a matekja. Az egész Harry Potter univerzum leghatalmasabb kérdőjele Piton. Tehát van az az ember, aki egyből megkedveli Pitont, és van az, aki még a végén sem tudja megkedvelni igazán. Olyan 5,5-6 könyvön keresztül tényleg csak azt látjuk, hogy Pitont utálni kell, és utána megdobnak a 7. könyvvel, és így kicsit nincs
felvezetve, hogy Pythonnak mi is volt a célja az egész sorozatban. Lényegében Python karaktere nagyon ellentmondásos. Ami nem gond, de olyan, mintha ez nem direkt történt volna így. Egyébként én imádom a Harry Pottert, most így lehet kicsit furcsán jött ki ez a videó, de tényleg imádom, szeretem az összes hibájával együtt, a szívem egyik csücske. És hogyha újraolvasom, vagy újra nézem az egész sorozatot, én imádom, és látom a hibákat, de ez a példa arra, hogy a hibáival együtt képes vagyok szívből szeretni az egész történetet, mert tényleg nagyon szeretem, és kb. Minden filmen bőgök, meg minden könyvben is bőgök, és én nem utálom, én imádom a Harry Potter, tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de tény, hogy vannak benne ellentmondások és buktatók, és ezeknek az ismeretében is tudom szeretni a sorozatot. Fontos is az, hogy attól, hogy én ezt szeretem, tudjam a hibáit, és ezzel együtt is tudjam szeretni. Nekem ezek az észrevételeim voltak, ezeket tudtam most összeszedni, de hogyha nektek még lenne valami, ami feltűnt, és ilyen kicsit ellentmondásos a történet szempontjából, vagy úgy bármi szempontjából, nyugodtan írjátok meg kommentbe. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!